Sziasztok, szép estét mindenkinek! Sánta Anna Mária kérésére veszek részt a Gyergyói Székely Rádió Challenge Szavai egy verset című versenyében. Az én versem Garai Gábor példázata szeretetről. A szeretetet szét kell osztani az emberek között, hogy el ne fogjon. Azért teszel félre egy maroknyi kovászt, hogy kenyeret kelesz és süss belőle, s azzal egész háznéped jól lakassad. Ha nem őrzöl meg egy kevés kovászt utoljára dagasztott kenyeredből, tékozásod bélyeget éget homlokodra, és sorra elhagynak híveid. Utolsó falás kenyered akár tűzbe is vetheted. Ha a kovász ég el, éhenvész, házőrző kutyád is. Ha nem adsz, vagy nem kérsz cserébe kovászodért kovászt, s a szomszédod is így tesz, egész országot elnéptelenednek. Persze, a kovász sem mindent keleszt meg, ha sárba gyúrod, abból nem kenyér lesz, nem osztja szét, s nem őrzi meg magát. A szeretetet szét kell osztani, mert természete szerint oszthatatlan. Mikor már másnak nem jut, magadnak sem marad belőle. Én a versenyt továbbadom, vagyis az én két kiválasztottam, DJ Szilvike és Gönczi Olga Delinke. Köszönöm szépen!